egy hiba lehet. Eugene érkezett, ellentmondást nem tűrően, szabálytalanság nem történt. Józsi lágyan indítja. King szépen tette maga elé. Érkezik a hosszú oldalon. Egy győri játékos, és ha lehet ezt mondanom, akkor mezőny gólt rúg. Tudás volt az. Eugene. Ezúttal is kell. Burány üldözi Eugene-t. És ez pedig nagyon nagy hiba lehet. Vendéglabdaszerzés, két támadó, két védő, Stevanović. Hát nem akármit védett, le kellett érnie a bal alsóhoz. A 40. percben a DVTK eddigi legkomolyabb helyzetét láthattuk. Fordulhatnak a piros mezesek. Mutatja magát a hosszú oldalon Balajti. Eugene, óriási hiba, Balajti robokat. Balajti már a 16-oson belül a lövés, nagyon gyenge. Fagyas, első labda érintése. Elég pontatlan volt, Dudás indulhat. Jó a középre passz, és jó a gól is! A csereként beállt Bojan Brunović megrúgja azt a gólt, amely azt hiszem, hogy nagyon-nagyon fontos volt hazai részről. Jogos a fehérmezesek öröme, mindenki érkezik és gratulál a kis szerb támadónak. Kiváló ütemben érkezett Tudás középreadására, és bevetődve juttatta azt köteles hálójába. 1-0-ra vezetnek a hazaiak a 60. percben. Brunović ezúttal labdát szerez, majd indítja Kinket. King gyönyörű csel, sőt a második is, és micsoda gólt rúg Tarmo King! Két embert hagyott faképnél! Az Eto pedig egy perc alatt két gólt rábolt be a DVTK hálójába, és ugyan nem szerették elkiabálni semmit, de én azt hiszem, hogy eldöntötte a találkozó sorsát, mert semmi nem utal arra, hogy a DVTK meg tudná fordítani ezt a mérkőzést, vagy akár egyenlíteni is tudna. Közben Balajti kapott sárga lapot, véleményem szerint azt nehezményezte, hogy őt a támadás megelőzően bántották. Tarmo King csodaszép góljával tehát 2-1-0-ra vezet a Győr. Sokkal jobb az irány a második fél időben, azt kell, hogy mondjam. Változatosabb, pörgősebb a játék. Kellett ehhez a győriek két gólja. Gyönyörű csel volt és hidegvér, amit bemutatott nekünk Horváth Gábor. És indulhat Szabó Viktor, ugyanis nem volt lese. Középre néz, hogy ki tudna megjátszani. Kapufa! A semmiből teremtett helyzetet a DVTK. Brunović, szép megoldás. Józsi, kicsit mélynek tűnik, Bicsák viszont még befutja. Jó is lehet az, Brunović eltöri, Árzén kupa, és a másik csereember is gólt rúg. A 76. percben a két apró termetű támadó játszik össze. Igaz, mondhatjuk azt, hogy szerencséje is volt Árzén kupának, hiszen Bojan Brunović, ha szabad így fogalmaznom, akkor úgy eltörte a labdát, hogy a fele ott maradt. Az viszont így lett jó a gaboni támadónak, aki 3-0-ra növeli ezzel az Eto előnyét. 3-0! Újabb vendég szabadrugás, és szinte ugyanonnan. És ugyancsak Góhér Gergő fogja elvégezni. Ezúttal kapura, Stevanović felső léc. Fehér pedig nem kapott, hogy elvégezze a szabadrugást. Eugene, majd Stevanović. Stevanović elcsúszik. Ez óriási hiba. Stevanovićot ki fogja állítani Kassa, én azt hiszem. Stevanović elcsúszik, és a 16-oson kívül kézzel állítja meg a diósgyőriek támadását. A 83. percben csapatkapitányát veszti a győri Eto is. Sasa Stevanović kiáll egyből piros lappal. Ez óriási hiba, én azt hiszem. És mivel minden csere lehetőségét kihasználta Pintér Attila, Józsi György kérdőn néz a szakvezetőre, hogy kiálljon be Stevanović helyett a kapuba. Ilyen szituáció után azt hiszem, hogy közvetett szabadrugás fog következni. Óriási a kupak tanács, mind hazai, mind pedig vendég részről. Stevanović pedig átadja a mezét. Elképzelhető, hogy Józsi lesz a kapus. Így is van, Józsi György veszi fel az egyes számú ezt.
A hazaiak játékmestere pedig egyből kapja is a bíztatást. A hátralévő időben a Győri FC kapusa Józsi Győr. A szabadrugás elvégzésére pedig van bőven jelentkező. Balajté szívesen vállalná, Gohér is. Stevanovic, hát valljuk meg őszintén, nem tehetett mást. Nézzük a szabadrugást. Balajti és Gohér a labda mögött, Józsi pedig a gólvonalon, de furcsa ezt mondani. A hazaiak irányítója összpontosít. Nem idegen tőle ez a poszt, én úgy nézem, mintha egy rutinos kapus lenne. Úgy, és gól! Gyönyörű gólt rúg Balajti. A 85. percben szépít a DVTK. Józsi akárhogy készült is a szabadrugás hárítására, tehetetlen volt. Balajti kiválóan rúgta ki a rövid felső sarkot. Győri Eto DVTK tehát 5 perccel a találkozó vége előtt 3-1. Megfogyatkozott tehát az Eto. Vagyis mind a mellett, hogy 3-1-re vezet a hazai fehérmezes csapat, fel kell kötni azt a bizonyost, mert hogy a DVTK-nak még van 5 perce. Józsi! Lábbal tisztáz, óriási az ováció. Bicsák gyönyörűen vette le, és faltolták őt. Horváth. Gohér. Kink érkezett ellentmondás nem tűrően. Megint Horváth. Józsi munkával maga biztosan fogja ezt a gyengécske indítást, amely elszállt a fejek felett. Sőt, jó rúg ki Józsi György. Horváth elindul. Egyelőre nincs lövés, van viszont passz. Csak hogy pontatlan. Brunovic. Nem tudta megtartani. Józsi! Micsoda ováció! Viskovics ível, Szabó Viktor felé, aki csúsztatni is tud, Józsi pedig szerintem nem fogja felvenni, nem teszi meg azt a szívességet, ameddig nem muszáj. Hát jó hangulatban ér véget a mérkőzés, az biztos.